elmúlt 12 év kormányzása több 100 milliárdos stadion beruházásokat hozott, olyan élsport beruházásokat, amelyből azonban a civil lakosság alig-alig, vagy egyáltalán nem profitált. Ezzel szemben úgy gondoltuk a fővárosi közgyűléssel, hogy ideje pontot tenni egy 15 éves kálváriának a végére, és itt a Mártonúti sporttelep sorsáról határozni, amely egyébként is jobb sorsra érdemes, olyan tömegsportberuházás, illetve utánpótlás nevelésre alkalmas sportpárja beruházás indul el itt a következő időszakban, amiből Óbuda, Békásmegyer lakosai is profitálni tudnak. Mi a Demokratikus Koalíció politikai közösségével elkötelezettek vagyunk abban, hogy koncentráljunk azokra is, akik egészségmegőrzés céljából, vagy csak egyszerűen egy lelki egészségmegőrzés céljából szeretnék jól érezni magukat egy sportpályán, hozzájutni a lakókörnyezetükben olyan sporttevékenységhez, olyan sportpályához, ahol utána jól érezhetik magukat, és másnap frissen, üdén tudják elkezdeni a munkanapot. Ez egyébként társadalmi érdek is, nem kizárólag azoknak az érdekei, akik itt ezt a sportpályát majd a jövőben igénybe tudják venni. Mi a Demokratikus Koalícióban úgy gondoljuk, hogy a vitákat rendezni kell, ugyanakkor a lakosság érdekei a legfontosabbak, ezért minden egyes vitát úgy kell rendezni, hogy a lakosság érdekei érvényesüljenek. A Márton úton nagyon régi vitát zárunk le azzal, hogy a sporttelep felújítása elkezdődhet. A felújításban helyet kapnak azok a sportszervezetek, amelyek korábban itt voltak, ugyanakkor mindenki számára nyitva áll majd a tér, és mindenki számára lehetségessé válik az, hogy egy nyílt, egy megújult sporttelepen sportoljon minden nap. Ez a beruházás fenntartható, támogatja a közösséget, hiszen mi a Demokratikus Koalícióban úgy gondoljuk, hogy az emberekkel kötünk szövetséget, és közösen olyan projekteket támogatunk, amelyek mindenki érdekét képviselik. Mindenki érdekét. Azokért, akik itt laknak, akik itt szeretnének sportolni, de azoknak a sportszerzeteknek az érdekét is, akik szeretnék rendezett körülmények között megvalósítani az utánpótlás nevelést. Ez nem valami gigaberuházás, ez egy összefogás eredménye, amelyben civil közösségek, a lakosság és gyakorlatilag a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat közösen vesz részt. Én köszönöm Bősz Anettnek azt a rugalmasságot és azt az elképesztő és töretlen kiváló hozzáállást, aminek köszönhető, hogy végre lezárhattuk ezeket a vitákat, és megújulhat a Mártonúti sporttelep, mert mi a Demokratikus Koalícióban úgy gondoljuk, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, akik az emberekért tevékenykednek.